Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, világgazdasági és kriptohírek minden nap. Magyarul ingyen és konyha nyelven hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. De felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nemre zöldet magasba. Azt mondja, hogy nekem meg akarja köszönni az dobjára lájkot a videóra, illetve aki újjának ajánlom, hogy olvassa el a videók alatt a leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Én csak haladjunk is, jó első körbe, üdöklés! Szabadságon vagyok, holnap még egy csapatépítőre megyünk a bükkbe, aztán utána 2 hétig nem kell dolgozni, legalább jaj, de jó. Azt mondja, hogy... Ja igen, árucikkek, commodities árucikkek, kezdjük ezzel. Én eszembe jutott, hogy a múltkor nézegettem részvényeket, kötvényeket, értékpapírokat, minden, hogy mit, hogy neveznek az angol meg a magyar közt, hogy hogy vannak az elnevezések. Ami commodity, amit eddig alapanyagoknak mondtam, mert commodity hát azok általában ilyen az arany, a hús, az olaj, a fa, a gáz, olyasmik, amit a világ egyik részén, meg a másik részén is ugyanannyi kb. Az ára, vagy egységes áron mennek világszinten. Persze adott minőség jó, hogy van ilyen minőségű olaj, meg olyan adott kategóriák, de ami egy kategóriába tartozik, az, annak ugyanannyi az ára. És akkor ami az érdekes, ezt magyarul árucikknek hívják, hát azzal szerintem sem sok semmit mondanék senkinek, mert az árucikk azt gondolja az ember, hogy áru, hogy mi minden árucikk, és akkor kész. De közben meg van egy ilyen csavar az egészben, hogy árucikknek nevezzük a közgazdaságtanban azon termékeket vagy szolgáltatásokat, amiknek helyettesíthetősége van. Azaz sima tokenek, nem NFT-k, nem felcserélhető tokenek, hanem felcserélhető tokenek. Helyettesíthetőség vagy felcserélhetőség. Tehát egy kávészemér, hogyha kér valaki egy kiló kávét, akkor visszaadhatja be egy kiló kávéba, és akkor ugyanaz tök mindegy, hogy melyik. Nem úgy, mint az NFT-knél, ugyebár a nem felcserélhető árucikkek, az például egy kép, hogy a gyereknek a képe a hűtőn, az nem lehet a Mona Lisa-t elcserélni, mert annak már hiába, hogy egyik is kép, másik is kép, annak más az eszme értéke. Úgyhogy viszont ami nem más felcserélhető, azok ezek, és akkor az árucikkeknek hívják, majd akkor én is megpróbálok átszokni az árucikkre, hogyha commodity-kről lesz szó. Jó, úgyhogy végül is, hogyha a kriptotérről veszik, akkor commodity azok a tokenek, natúrtokenek, ja, az egyedi dolgok, monolizák meg társai, azok meg az NFT-k. A non-fungible tokenek, a nem felcserélhető tokenek. Oké, azt mondja, hogy világgazdasági és kriptohírek. Jó, Euronews-on mi minden volt, egyszer lángolnak az erdők Dél-Európában. Tovább, reménysugár az ukrán gabonaexport körül. Az isztambuli tárgyalásról részleteket nem tudni. Moszkva eddig a hajók átkutatását követelte, nehogy azokon fegyvereket vigyenek Ukrajnába. Kijev pedig biztonsági garanciákat követelt, ha felszedi a kikötőit védő aknákat. Hát ez egy érdekes teszt lesz majd, hogy mennyire akar Putyin tovább nyomulni, meg nem, mert hogyha tényleg itt ezt meghozzák, és akkor szállíthatják a gabonát Ukrajnából kifelé, én meg Donyeckot, meg Luhanskot elfoglal a Putyin, és megáll, a fene tudja, senki nem tudja, mi jár az öregnek a fejébe. De az akkor még egész, hát ő már nem sülhet el jól, de mindegy, mert már így is annyi szörnyűséget csináltak, hogy hihetetlen. De akkor lehet, hogy nem fog tovább jönni, de a fene tudja, lehet, hogy attól még tovább fog nyomulni. Jaj, erről a múltkor, hoppá, ha már most itt eszembe. Most beugrott, hogy ezt pont néztem be valamelyik nap este, világ lakosság, és akkor itt nézegettem, nem is tudom mivel, jaj, Brazília, tegnapi hírrel kapcsolatban, hogy mennyire laknak Brazíliába. Ugyebár itt négyzetrácsonként van egy négyzetrács, az 500 millió ember, vagy 500, de hogy is 500 ezer embert jelent egy négyzetrács. És akkor Oroszország ugyebár itt már kockákat már itt szedegeti le a jobb széléről Ukrajnának. És akkor bízunk benne, hogy nem akar, ha már egy a közepéig bejönne, vagy ilyenek, én akkor már utazni kell, vagy nem tudom, ha már egy határunk közelébe jönne a háború, de reméljük, hogy tényleg csak itt a jobb szélét akarja Donyeckot, Luhanskot, meg Krímfélszigettel legyen szárazföldi összekötetése, aztán utána megnyugszik. A fene tudja, ezek csak feltételezések mind, de az lenne mindenkinek a legjobb, hogyha leállna Putyin. És erre jó kis teszt lesz, hogy ugye vár itt most a Fekete-tengeren, hogyha elkezdik a gabonát hordani, felszedik az aknákat az ukránok, és ha nem támadja őket Putyin, akkor talán egy kis nyugalom következik be. Akkor nem, csökken a valószínűsége annak, hogy tankozás lesz itt több éven át, pár év múlva. Jó. Oké, azt mondja, hogy haladjunk tovább. Hat jelölt maradt Boris Johnson megüresedett posztjára. Rishi Sunak ugye már őt már tegnap is mondtam, ő rászavaztak a legtöbben, a végén itt még van valami. Ja, hogy meddig el fog ez is húzódni. Jó. A Tory új vezetőjének kiválasztási folyamata szeptemberig tart.
Úgyhogy szeptemberig, még akkor még augusztus, még másfél hónapig megy itt majd a kiválogatás, akkor ki legyen az új miniszterelnök. De ez tényleg érdekes lenne, hogy gyarmatok, ugye USA-nak az Afrikai gyarmata, és akkor lett afrikai miniszterelnöke. Angliának meg India volt az óriás gyarmata, és akkor most meg lesz egy indiai miniszterelnöke. Ugye, annyira angliai gyarmat India, hogy ott még a kocsik is jobbkormányosak. Jó, meg hol, ja, hát meg igen, még azért Japánban, Ausztráliában ilyesmi, ugye van Nissan Skyline, hol lehet kapni, meg hol vannak jobbkormányos országok. Azt mondja, hogy tovább, káosz és bizonytalanság Sri Lankán, itt jó, ebben nagyon érdekes csalafintaság van. Rajapaksa elnök, aki az országot példátlan gazdasági válságba sodorta, a hírek szerint a Maldív szigetekre repült, onnan pedig Szaúd-Arábiába tart. Feltehetően akkor nyújtja csak be lemondását, amikor már bizonyos lehet abban, hogy hazájában nem vonhatják felelősségre. Addig azonban nem lehet új elnököt választani, aki neki láthatna az országot sújtó válság felszámolásának. Hát ez mekkora marhaság már, hát akkor hozzanak, hát most ha elzavarták a picsába az elnököt, akkor hozzanak új törvényt, hogy akkor senkit nem érdekel, hogy ő van hatalma, vagy nem ő van hatalma, a nép azt mondja, hogy lemondott, az jöjjön az új. Most arra fognak várni, még a elmenekült össze-vissza bujdokló volt elnök, kényekedve szerint majd hivatalosan be nem adja a lemondását. Érdekes, na mindegy. Azt mondja, hogy jó, ezt az egészet itt le kell adni, igen, a háború és az energiaválság rontja az Európai Unió gazdasági kilátásait, írtam is rá, hogy ahhoz képest az utóbbi 20 évben 70%-kal rontották el az euró értékét, ez a fél év háborús, de csak egy apró porszem. Hát utóirat persze, mivel az emberek 90%-ának fogalma sincs róla, hogy is, hogyan is működik a pénzrendszerük, így sokkal könnyebb nekik a két év Covid-ra, meg a fél év háborúra fogni, és így nem kell bevallani az igazságot. Nézzük, miket mondogatnak. Alacsonyabb növekedés, magasabb infláció. Ezek az Európai Bizottság borús gazdasági előrejelzései. Ugye már ezt jelenti a stagfláció, hogy stagnál a gazdaság, az infláció attól függetlenül csak nő felfelé. Brüsszel szerint Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja továbbra is negatívan érinti az EU gazdaságát. Az uniós GDP csak 1,5%-kal fog növekedni 2023-ban, az éves infláció pedig az előrejelzések szerint 2022-ben 8,3%-os történelmi csúcson tetőzik. A jövő téli gázkimaradások esetén a recesszió sem kizárt. De miért jövő téleznek megint? A következő, a jövő tél az a jövő évnek lenne a tele szerint. Hát magyarul ezt rohadtul nem így kell mondani, hogy jövő tél. Eurojust, figyeljetek már oda. Ez szerintem mindenkit megharra, hogy jövő tél. Hát most lesz tél, 4-5 hónap múlva jön a tél. Milyen jövő tél? Vagy nem tudom, én azzal 2023-nak a telére gondolnék, ha nekem valaki azt mondaná, hogy a jövő tél. Na jó, részletkérdés. Ez a forgatókönyv, amely egy súlyos forgatókönyvnek nevezhetünk, az idei év második felében recesszióba viszi az EU gazdaságát, és jövőre tovább rontja a gazdasági aktivitást. A világjárványból való kilábalás veszített erejéből, és az energiahiány veszélye nagyon sérülékeny helyzetbe hozta az európai gazdaságot. Na jó, oké, ennyi volt benne. Azt mondja, hogy haladjunk tovább, CNBC, mi minden volt, jó, rengeteg minden, meg infláció mindennel kapcsolatban. Első körbe a GM, aha, autópályák mellett elkezdik már kiépíteni az elektromos autóknak a gyors töltő állomásait. 50 mérföldenként, hát az, hogy másfél, akkor 75-80 kilométerenként lesz egy ilyen gyors töltő, úgyhogy nyomulnak. Akivel álltak össze? A pilottal, vagy pilot céggel, a General Motors, a GM, és akkor nyomják autópályák mellé a töltőállomásokat, jó? Azt mondja, hogy a Netflix figyelme, jaj, egyszer összeállt a Microsofttal, hogy reklám támogatott feliratkozások is lesznek majd, hogy már ott is jönnek a Netflixen reklámok, meg ilyesmi. Jó, ja, ezzel kapcsolatban, ha már itt tartunk, akkor csak érdekes érni, de már nem fogom az elején mondogatni, mert minek, meg hogy. Tehát én is, ahogy adok két battokért, mindig egyet Bélának, meg nem is tudom, ja, meg egyet átlagban, amit szétoztam, a legtöbb oldalt nézem, csak úgy általánosságban. Tehát szerintem olyan szép dolog a battok el, hogy ingyen adja, ugye már fel se tűnik az embernek, hogy reklámot dob, vagy néha, hogyha új lapot nyit meg, akkor van három kép, meg utána egy reklám. Egy reklám, tessék, most akkor egy 0,01 battokent kaptam, akkor egy kép, kettő kép, három kép megint. Utána megint egy reklám, úgyhogy ilyenek. És akkor ugye ez ingyen pénz, semmi, csak böngészik az ember az interneten. Ez nem mindegy, nekem annyira tetszik, olyan szépen kicsibe el lehetne indítani az egészet, hogy a nép irányít. Kapjuk itt a pénzeket ilyen tök mindegy reklámokért, és akkor abból, hogy ugye bár összegyűlni meg ide-oda,
támogatni mindenféle embereket, ingyen, ingyen az a legszebb. Na mindegy, majd egyszer az is kialakul 5-10 év múlva. Ja, aztán be lehet belőle támogatni a mindenféle kenyérgyár, ingyen kenyérgyárat, meg ez a maz. Jó, na de visszatérve ide, Netflix ráadásul még arra is figyelmeztet, hogy... Ja igen, mert hogy csütörtökön ma jelenti le a Netflix is a... Hogy, hát mindegy, mennyit kerestek, meg ilyesmi a pénzügyi adatait. És akkor figyelmeztetnek rá, hogy 2 millió feliratkozót, arra számítanak, hogy 2 millió feliratkozót elvesztettek a második negyed évben. Na mondom, oké, 2 millió, de hát mennyiből? 3 millióból, vagy 500 millióból, már rohadtul nem mindegy, hogy arányanyagban mennyi a 2 millió. Úgyhogy a Netflixnek 220 millió feliratkozója van világszerte. Most itt azért már március 31-e adatok alapján, hogy 220 millióból 2, tehát egy egész százalékkal kevesebb lesz előfizetőknek a száma. Tehát ez kb. Semmit nem dob alatt. Jó, hát nem nő még tovább a végtelenségben, mert lehetetlen, hát véges a bolygó, de nem olyan, hogy 5%-ot, meg 10%-ot, meg ilyeneket elvesztene a feliratkozóiból, egyetlen 1%-ot, jó. Ennyi azt mondja, hogy Teslától, ez csak a név miatt hagytam itt, Teslának az egyik mesterséges intelligencia fejlesztője, vagy vezetője, Andrej Kárpáti, Kárpáti Andrej elhagyta a céget. Ugye ez szinte fix, hogy magyar szerintem, mert Kárpáti, hogy így írják a nevét, az elég valószínű. Jó, tovább azt mondja, hogy Janet Yellen, na itt jön az okos asszony, a Bankster nagyik egyike. Jaj, hát ő azt mondja, hogy csak hogyha ársapkát szabnak, hogy annál többé nem veheti senki az orosz olajat, az a legerőteljesebb eszközük az infláció ellen, hogy harcolnak az infláció, nem kell volna annyi szeret nélkül pénzt nyomtatni, akkor nem lenne infláció, de hát az ugyebár azt nem merik bevallani, mert hát erre épül az egész fosztogató pénzügyi rendszerük. Úgyhogy na akkor ársapka, hát erről a múltkor mondta valami nagy ember, hogy ez, jaj, de olyan csodálatos, meg csillivilli, meg csillámpóni, hogy gyönyörű egy tervez, hogy majd ársapkát szabunk, és akkor senki nem veheti többé az olajat. Csak éppen India meg Kína úgy le fogják szarni, hogy van az egészet, azt ők veszik, majd úgyis annyira, mennyiért Putyin adja. Fogja őket érdekelni, hogy ilyen Janet Yellennek mit mondogatnak, meg próbálnak elérni az állam ötleteikkel. Tehát hát ez megint csak öngól lesz, hogyha ezt is próbálják bevezetni. Na jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy igen, Európában is 8,3%-os inflációra számítanak. Jó, az előbb is volt itt az Euronews-on. És akkor, igen, egyre jobban félnek az inflációtól, meg lassan a recessziótól is már az emberek, ugyebár 9,1% lett az infláció, ez lesz a mai nap főhíre, majd a kriptohíreknél mondom is a részleteket, mert olyan sok minden nincs, 9,1 lett, aztán ennyi. És akkor néhány bank már arra spekulál, hogy ilyen szörnyeteg méretű 1%-os kamatláb emelés lesz majd ebbe a hónapba. Kereskedők is spekulálnak már arra, hogy lehet, hogy 1%-os lesz a kamatlábemelés, nem csak 0,75, azt már tegnap este mondtam én is, hogy benne van az is a pakliba, már nem hinném, de a fene tudja, lehet, hogy most megtolják 1%-ra. Azt mondja, hogy Waller úgyis a központi bankjától, de nem Jerome Powell, nem a jegybanktól, hanem másik központi banktól, ő is 100 bázispont, ő is 1%-ba gondolkozik már. Azt mondja, hogy infláció az rohadtul elszállt, de a júniusi fogyasztói árindex adatok, vagy inflációs adatok nem mondják el a teljes történetet a befektetőknek. Hát persze, mert ugye már... Hát kezdjük ott, hogy 9%-ot mutattatnak ki az inflációban, amikor a boltban vagy az ember azt látja, hogy 30% van, vagy már 40 is, de egy 30 körül szinte mindennek felment az ára az utóbbi évbe. Úgyhogy egyszer ott van a hazugság benne, másik oldalt, meg jaj, hát ez gyönyörű, ez pont itt jó utána kötni, jött egy ilyen hír is, hogy na most aztán 2023-ban 4%-kal megemelik mindenkinek széleskörűen a fizetését, a nagy recesszió, a Great Recession az volt a nagy világgazdagsági válság, a nagy világgazdagsági válság óta nem emelték ennyire az embereknek a fizetését 1929 óta. Csak hogy ugye már írják, hogy 4%, de mellette, ja hát egyébként a háztartások még így is mínuszban lesznek, mert hát az infláció magasabb, mint ez a semmi 4%-os fizetésemelés, úgyhogy fantasztikus. Hát most valószínű évvégére, nem tudom, évvégére most már ki akarják majd plafonosítani szerintem az inflációt itt nyár végére, őszre, utána majd hozzák lefelé, hogy jövőre nehogy magasan maradjon, mert a végén még a felét oda kéne adni az embereknek annak, mint amivel felment az infláció. Vagy mondjuk lehet, hogy ha 10% körül tartanák az inflációt, lehet, hogy a cégeknek 10% fizetésemelés kéne adni, miközben 30%-kal szállt el mindennek az ára, ugye már alapból mínusz 20% lenne már akkor is,
de majd szépen lekanyarítják évvégére, hogy nem utasson már csak 5%-et, aztán ne kelljen csak 4-5%-et adni a cégeknél fizetésnek, és akkor tök jó, meg két év alatt 30-40%-kal mindennek elszállt az ára, amivel kaptunk két év alatt 2x5% fizetése van is, tehát 10-et, úgyhogy mínusz 20-30%-kal, vagy 20-30%-kal kevesebb terméket tudunk megvenni a boltba. De így szerintük minden rendben lesz, mert a számok majd azt mutatják, hogy megy le az infláció. Jaj, de faszán kira voltak minket itt két év alatt. Na, haladjunk tovább. Azt mondja, hogy... Kramer is azt mondja, hogy a központi bankja már kezdi megnyerni a háborút az inflációval szemben, hiába nagyok itt a számok. Utána pedig Kramert nem szoktam mondani, ide jársz hazudni, mert otthon már nem hiszek neked. Kategória azt mondja, hogy itt vannak ilyen árdiagramok is, amik azt mutatják, hogy az euró megindulhat, és az egész piacot felemelheti magával. Úgyhogy ilyet is mondatatnak vele. Viszont van kettő érdekesség, hogy ilyen már egy fél éve nem volt. Ebben az egész évben, ugye már mióta szakadunk lefelé november óta, egész évben csak az volt, hogy jaj, így szarabb a bevételünk, úgy szarabb a bevételünk, minden cég ezzel jött, jaj, ez se sikerült, meg az sem, meg rosszabb lesz, meg tö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 t
mert az infláció az ő termékeiknek az árát dobta meg, tehát nekik kéne, hogy nőjön mindenük, na mindegy. Ez is furcsaság már az egészben. Na de, van kettő cég, már kezdik elkezdeni mondogatni, hogy jobb lesz, több pénzünk lesz, több folyik be, több a nyereség. Ez egy fél éve nem hallottunk szinte semmilyen hírt. Mindenki csak azt mondta, hogy így rossz, úgy rossz, amúgy rossz, már jönnek a jó hírek. A TSMC ugye már világ legnagyobb mikrocsip gyártója, nézzük is meg most, hogy azért, ha hol van piaci érték tekintetében, vagy 16 körül szokott lenni. Azt mondja, hogy TSMC 14. helyen van jelenleg, 421 billió dollár a piaci értéke. Oké, 81 dolláron kapható a részvénye. És akkor a TSMC rekord másik negyedévi nyereséget jelentett be. Úgyhogy azért már kezdenek jönni itt a jó hírek, hogy jó, mégiscsak lesz bevétel, mégiscsak lesz több lesz, mint amire számítottunk. És akkor az Amazon is volt ilyen Prime Day, állt valami speciális nap az Amazonnál, ilyen éves ünnep, vagy tudom is én mi lehet ez. És mondják, hogy valaha volt legtöbb eladás, most soha nem volt még ezen a speciális napon ennyi eladás, mint most 300 millió terméket adtak el ezen az egyetlen speciális Amazonos vásárlós akciós napon. Úgyhogy innen is jönnek már jó hírek. És akkor, na a JP Morgan, a bankok be ezek szívnak, azt nem is bánom, JP Morgannek a nyereség, a hozamuk 28%-kal esik, miután rossz hitelekbe fektettek, ugyebár ilyenek, hogy felvásároltak hiteladósságokat, már ez nekem egy felfoghatatlan a világ legjobb marhasága, hogy hite másnak a hitelét megvenni, hogy az a más az majd ki fogja nekem fizetni majd kamatostul, amit amúgy nem is volt pénz, amikor még felvette a hitelt. Fú, na mindegy, úgyhogy ilyenekkel megy, bár a játék itt a nagy csodálatos gazdálkodj okosamba a cinkelt kockákkal, úgyhogy bevásároltak 428 millió dollárért, bevásároltak ilyen izé, rossz hitelekből a JP Morgan, úgyhogy most szarok a számaik. Akkor azt mondja, Morgan Stanley, szintén zenész. Rosszabb lesz a bevételük, mint ahogy számítottak rá, 55%-kal fog csökkenni a bevételük, jaj, de király, legalább bankárok mennek csődbe, hát ők teszik tönkre az egész világot az elmúlt évszázadokban. Azt mondja, hogy tovább áttértünk a kriptotérbe. Jó, ilyen kriptotér még nem volt, mert hogy most tőkeátétes cégeket is kiírtanak. Ugye már Three Arrows Capitalt hozzák itt példának, vagy a Terralunát, hogy ezek is összeomlottak. Jó, és akkor, na a Celsius is már erről is lesz külön hír, már hivatalosan, már ő is benyújtotta, hogy csődbe ment. Nem tudom, minek húzták eddig. Tovább... Jaj, ez meg csak egy érdekesség, hogy a Robin Hoodnak akar Európában versenytársa lenni, ez a Lightyear. De hát van itt már annyi ilyen, mobilbankos cég, meg kriptós cég, mint az állat. Tehát itt van nekünk a Revolut Európában, valami Free Trade is, meg az Euro, Etoro is itt van ugyebár Európában, és akkor még a Lightyear is próbál majd idejönni. Jó? Azt mondja, hogy CNBC-n milyen videók jöttek tegnap óta... Egyszer Ethereum-nak csökkent az ára, jó, NFT-k növekszenek egy kicsit, kripto elfogadás az egyre jobban nő. És akkor a Celsius végre már begyűjtött ő is a csődöt. Észemüveg is van, hölgyem énynek. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább. Mai nap fő híre az ez lesz,
Hogy? Ja, infláció, persze, igen. Jó, legyen így. A zsiványok. Mert hogy a fő címbe röviden, tömören az így lesz. Ja, mert igen, 9,1-en körül egy érdekesség van, amiért jobb szélén. Az USA infláció 9,1% lett. És akkor Biden megmondja, hogy de a mi étel és energia nélküli verziónk, az csökken, az csökken, az csökken, ugyebár hát olyan számokat mutatnak, hogy az csökkenjen, de csak hát ugyebár mi, nekünk pont az a lényeg, hát emberek vagyunk, hogyha úristen, nekünk nem árt, hogyha tudunk valamit enni, meg ha van energia, úgyhogy ők, ha azzal nem foglalkoznak az étellel, meg az energiával, akkor az övék, az csökken, hát mit van mindenki megijedve. Úgyhogy ezek vannak, és akkor... 1981 óta nem nőtt ennyire az infláció, és a 9,1%, még ha rengeteg bürokrata meg közgazdász is úgy gondolta, hogy a májusban volt a plafonja az inflációnak. Hát én is már vagy ezért egy-két hónapja mondogatom, én is arra számítottam, hogy már hamarabb hozzák a csökkenő infláció meséjét, de még egy csöppet eltolják. Azt mondja, hogy hát minden évvégére úgyse fogják fenthagyni 9%-on decemberre, mert akkor fizetésemelést kéne adni az embereknek. A felét. Ugye ez a legrosszabb az egészben, a műinflációs rendszerben, ez a legrosszabb, hogy azt mondják, hogy jó, örülj, hogy több lesz a fizetésed, jövőre 2%-kal több lesz, csak mellette az infláció meg 4%, mert az inflációnak, valódi inflációnak mindig csak a felét mutattatják ki a KSH-kkal, tehát mindig ott van az infláció, ők mindig adnak 2% fizetésemelés, de 2%-kal kevesebb terméket tudsz venni belőle, mert mellette az inflációt 4%-kal megtolják. Tehát pont fordítva kell gondolni a fizetésemelésre, hogy amennyit adnak, annyival kevesebbet tud kb. Venni az ember a boltba belőle. Mert mindig a felét azt így zsiványkodják el. Jó, hogy hát nem jó, de hát ez van, és akkor... Igen, nőtt az ára mindennek, gázolajnak, a lakhatásnak, élelmiszereknek az ára, mindennek nőtt az ára. És akkor... Miközben egyszer azt mondják, hogy hát ez már nem is jó, ez az inflációs adat, amit a nép inflációs adata az már nem is jó, mert hogy nem mutatja, hogy az elmúlt 30 napban mennyire csökkent a gáznak az ára. Illetve... Jó, egyszer a gáznak az ára, igen, mert az meg jó, hát azt is hozzávehetjük, hát nem 30 nap, de határosan elmúlt 3 hétben megindult lefelé. Meg az olajnak is, hát nem tudom, hogy a gáz, amire gondolnak, mert össze-vissza amerikaiaknál. Jaj, nézd már, olajár, hát az olaj, jaj, ma már olcsóbban volt az olaj, mint a háború előtt, nesze neked 700 forintos benzin elmész a felébe. Olcsóbban volt az olaj, mint a háború előtt, ugye, akkor mire felemeljük 450-ről 700-ra? Na, köszönjük szépen, atya úristen. Az lesz a kedvencem, hogyha majd bemondja a kormány, hogy hát de emelni kell az olaj, a benzinem, mert ők itt vették a plafonon, mert megijedtek, hogy világháború lesz, és ők mindent itt vettek, az összeset itt vették meg. Annyira szarunk a közgazdászaik, hogy mi minden olajat, egy 5 évre előre minden olajat itt vettek meg, és hát akkor fent kell most már tartani. Tök mindegy, azóta így leesett az olajnak az ára, meg ugyanott van, mint a háború előtt, egyáltalán kéne, hogy felmenjen a benzinnek az ára. Hát de nem, mert jaj, hát most tehát mi okosak voltunk, ügyesek voltunk, gyorsan előre gondolkodtunk, úgyhogy elbasztuk, túlvásároltuk. Na mindegy, valami ilyesmire számítok, hogy nem tudom, hogy mi mással tudnának mentegetőzni azon, hogy majd fel fogják vinni 700 forintra a benzinnek az árát, mikor közben az égvilágon semmi nem indokolja a világpiaci olajárhoz mérten. Na jó, nem is emiatt jöttem ide. Az előző hír, ezt mondják, ezt a 30 napot, hogy már itt csökkentünk, itt azért vannak 20-30%-os csökkenések. Mikor volt itt plafonnyi közel? Június eleje, most a júniusi inflációs adatok, ugyebár ez jött ki. Mindegy, most nem rajzolgatok most mérek egyet, úgyhogy az olajára az csökkent 22%, ma még 25% mínuszban is volt. A június első heté, második hetéhez képest, meg a gázárát is mondják, hogy az is június első, második hetéhez képest, kb. Vagy ezért 30%-kal lentebb van. És hogy ezek még nincsenek benne, de hát miért nincsenek benne, mikor nekik az egész hónapra, hát a júniusi adatokat így is most adták ki az adatokat. Júliusban adták ki a visszamenőleg a júniusi adatokat, de hogy csináltak júniusi adatokat, hogyha egyébként nem számoltak júniusnak, csak ezzel a részével? Azt meg, hát akkor azt mondják, hogy ez meg nincs benne. Hát akkor milyen júniust számoltak ők? Oly, förtelem az egész, ami ilyen agymosás megy itt. Na jó, oké, vissza minket legalább véd. Az egy véd, a matek, a bitcoinnak a matekja az véd minket. Azzal nem tudnak ilyen förtelmeket játszani, meg hazudozni. Na jó, tovább vissza a főhírre. Egyszer, hogy igen, nincs benne, hát nincs benne, mert a hónap 3/4-ét azt tettek ki, de még sincs benne, akkor nem tudom, hogy számolták, jó? Van, nem idegesítem magam tovább ezen. Azt mondja, hogy plusz a Fehér Ház azt mondja, hogy a maginfláció
az már harmadszor csökken, harmadik egymást követő hónapban csökken a maginfláció. Úgyhogy már amiben nincs benne az ételár, meg nincs benne az energiaár, pont ami a lakosságnak a legfontosabb, az nekik nincs benne, de az övék az csökken. Mert hogy múltan, hát azelőtt vagy három két hónappal ezelőtt, azt úgy kell mondani, igen, két hónappal ezelőtt, nem, három hónappal, mert visszafelé mennek, tök mindegy, hárommal ezelőtt még vagy 6,1% volt, múlt hónapban 6% volt ez a nekik spéci saját inflációs számuk, most meg 5,9, tehát hogy egy 10%-kal mindig kisebbet mondanak, ezt már kezdik, itt már jön a csökkenő infláció meséje az. Az ő inflációs számukba, amiben nincs benne az étel meg az energia. És akkor... jó... ráadásul igen, és így jön le, és most előbb mutattam, hogy 6,1, így megyek előre nálatok, ja, magamnak meg vissza, jó. 6,1, 6, 5,9, és most már kezdenek erre is, már verik a melyiket, hogy és most már mióta nem volt, ez az első hónap, az évben ez az első hónap, amikor már 6% alatt van az ő inflációs számuk, hogy már 5,9-et elértem, most jaj, de jó, már 6% alatt van az övék, amiben nincs benne az étel, meg az energia. Na jó, mondta Biden, szerdán. És akkor itt látni a kettőt, ugyebár itt a... hát még nem is a miénk, mert ha miénket valóságban berajzolnánk, akkor kiütni a plafon, mert az 30% körül lehet valahol. De a KSH által kimutattatott az a sötétkék, a 9,1%. Az ő saját spéci verziójuk, amiben meg nincs étel, meg energia, az meg 5,9% a szürke, azt ez mutatja. És akkor a végén, ja, itt mondja, és jó, de jó, a Washington Times-tól mondja az egyik írójuk, kitette a Twitterre Tim Young, hogy bárki, aki azt mondja, hogy ha kiveszed az ételárat és a benzinárat az inflációból, akkor nem is olyan rossz az infláció, akkor nem is olyan rossz, ha ezeket kiveszed. Bárki, aki ezt mondja, az próbáljon meg élni étel és benzin nélkül egy hónapig, aztán majd szóljon, hogy hogy menne ki. Ugyebár úgyhogy vannak mások is mondják, hogy ne zsiványkodjanak már itt ezzel. Jó, Washington Times azt mondja, hogy tovább. A Szaúdiak 14%-a már kripto befektető, 76%-uk még csak kevesebb, mint egy éve kriptózik. És akkor a KuCoin csinálta ezt a kimutatást, kérdőívet. Itt látni, hogy 14% már most is kriptobefektető, még plusz 17% az még most itt azért figyelgető, hogy valószínű ő is fog majd venni nem sokára. Bocsi. És akkor második negyedév kezdete óta... igen, úgy tűnik, hogy a 31% a kripto tulajdonosoknak az országban, úgy tűnik, hogy ő... megtartja, ugye már annyira nem hülyék, hogy eladják, legalábbis 31% nem, hogy eladja a saját kriptóját, öngólba, mínuszba. Tehát ők megtartják a kriptójukat, inkább, mint hogy még tovább befektetnének. Pedig hát itt van ez a titok az egészben, ilyenkor kell, amikor ennyire összesült, amikor mínuszban van az ember, véresek az utcák, még a saját vére is fék az embernek, akkor kell bevásárolni. Minden, bármelyik csilliárdos meg lehet kérdezni, mindig ezt fogja mondani. Ilyenkor ez a gazdag csináló időszak, ugye bár még egy fél évünk van kb. Belőle, Satszper kb. Maximum 3/4, de szerintem inkább fél. A gazdag csináló periódusból most kell mindent is venni, mert át meg azért lehet, hogy a jövő év elejét azért akkor már biztos, hogy szerintem a jövő tavasszal már szerintem el kell vásárolni mindent, addig még lehet gyűjtögetni, mert még lesz itt szakadás évvégén, ha lesz energia. Krízis valamilyen szinten, úgyhogy azt majd meglátjuk mekkorát bolygat, de tényleg ez a fél év, 3/4 év, amiben most vagyunk, ezt az egyet kell kibírni, hanem most kell okosan befektetni, mert utána úgy fel fog szállni vissza mindennek az ára a következő években, hogy csak na. És akkor ezzel ellentétben azért az alacsony keresetűek, azok szegények szivatják magukat, nekik nincs annyi pénzük, ők már eladták a kriptójuknak egy részét. Jó, 51% a szaudi kripto befektetőknek azt mondja, hogy azért fektet be, mert úgy hiszi, hogy a pénzügyeknek ez a jövője, a kriptotér teljesen így van, jól látják, és kb. 44% azt mondja, hogy ő meg azért fektet be, mert hogy hosszú távon jobb, magasabb hozamot hoznak a kriptók, mint bármilyen más befektetés a világon. Így is van. Jó, honnan értesülnek az emberek, 84% szociális médiáról, kriptotőzsdékről 47%, más online közösségekből ilyen 30%-ba, 25-30%-ba, jó, ebbe ennyi volt, tovább. A migránsok vagy a vándorlók, mert ugye bármi is, és akkor ez is messzembe jutott, ahogy olvastam a hírfilmet, nem kell migráns, vagy nem kell migráns, és akkor mi lenne, hogyha ugyanezt, ja mondjuk hát a Brexit óta meg Angliában is ugyanezt van, vagy Britanniában, mindegy.
Ugye már ott is, hogyha aki Németország vagy Angliába kimegy magyar dolgozni, hogy ott is, hogy nem kell végre, és nem engednék be a magyarokat, akkor mit szólnánk? Na mindegy. Mindenki keletre mondja tovább, hogy ide nem kell, oda nem kell, de hát mi is migránsok vagyunk, hát olyat az országnak ki tudja mennyi, mert lehet, hogy egy félmillió ember az már biztos, de lehet, hogy már egy millió is kint van, ugyebár 10 millió már fasorban nincs Magyarországon, 10 milliós lakosság, 9-6-ot alig bírjuk tartani évek óta. Nyilván mindenki egy külföldre, hogyha mi is migránsok vagyunk, ha úgy veszik, annyira ne akadjon ki senki a migráns szóra. Amúgy vándorlót jelent úgy alapjáraton. És akkor, na, szóval vissza a cikkhez, a migránsok azok miért fordulnak egyre inkább a kriptók felé? Mert hogy a határok közti utalásoknak, az ENSZ-nek az a nagy célja, hogy megpróbálja majd 2030-ra talán esetleg 3% alatt tartani a tranzakciós díjakat, a határok közti tranzakciós díjakat. Ugyebár, hogy mennyit szednek le, amikor utalnák haza a családnak a pénzt, ezt akkor még a bankközgatónak az a mercét meg kell közbe venni, támogatni kell belőle. És akkor világszinten a határok közti utalásoknak a tranzakciós díja az egy a kemény 6%-on áll. Van, ahol még ilyen 10 is, meg ez az, de átlagban egy olyan 6%-a, azt leszednek a bankok, az semmire, mert hát digitálisan átírnak egy mikrowatt energiából egy nullát egy egyesre egyik oldalról a másikra, az ennyi. És akkor a fenntartható fejlődési célok szerint 3% alatt kéne legyenek a határa közti utalásoknak a tranzakciós díjai. Ennek ellenére ezt nem bírják elérni, és egyszerűen évek óta folyamatosan fölötte vannak, 3% fölött vannak határok közötti utalásnak a tranzakciós díjai, jaj, de hosszú kifejezés ez, és nem valószínű, hogy 2030-ra is el tudnák ezt érni, hogy 3% alá lehozzák. Hasonló az az ENSZ, ENSZ-nek van egy ilyen kemény 5%-os célja, de még az is tarthatatlan, azt se bírják tartani, ugyebár 6% az átlag most, úgyhogy hagyományos bankok azok fosztogatni akarnak így is, úgy is. És akkor miért fordulnak a kriptók felé a migránsok? Mert, ja, ez egy tök jó, ez nosztalgia sztori, mint ha 30 évvel ezelőtt mutatékat látnám meg nagyit, meg ez az amaz, hogy kúrják a hírvívők, vagy hírnökök, tök mindegy, egy postások kb. Akár úgy is hívhatnánk. Na de ami a lényeg, hogy a kamionosok, akik az országok közt bennek, vagy a buszsofőrök, azok azért nem hivatalos módjai, hogy a migránsok küldik a pénzt haza a szeretteiknek. Nyilván nekünk is a nagyi vagy muter, hogy tudom is ér egy akármit, vagy ételt, vagy bármit, vagy 1000 forintot adottak a buszsofőrnek, hogy majd faluról majd akkor felviszi a Marika néninek Miskolcra, és akkor a Marika néni majd lemegy a buszsofőrhöz Miskolcra, és akkor ott adja neki, és akkor jaj, de jó, jó, mindenki jó jár, és akkor jó. Úgyhogy itt is, hogy ebbe így küldik, buszsofőrrel küldik haza, meg kamionsofőrökkel, havarokkal jobbra-balra küldözgetik haza a pénzeket. Habár itt ugye biztonsági rizikók azért vannak, hát azért inkább ismerőssel küldik, gondolom ők is. És akkor miközben a kriptókat nem arra találták ki, hogy határa közti utalásokat megoldják, hogy azoknak olcsóbb legyen a díja, ettől függetlenül itt a vándorlók, migránsok egyre többet használják a kriptókat, hogy ebbe küldjék haza a pénzeket, és ez tűnik a megoldásnak, mert ugyebár itt írják, és mert hogy gyorsabb és biztonságosabb módja a kriptókba hazaküldeni a pénzeket, nem mellesleg sokkal olcsóbb is, mint bármi más úton, módon. Hogyha összehasonlítjuk a hagyományos fosztogató pénzügyi rendszeres bankárcsatornákkal, ahol hagyományos pénzügyi rendszerben, ha csak 100 dollárt akar valaki mondjuk Dél-Afrikából Zimbabwébe küldeni, akkor a hagyományos bankok 10 dollárt, a 10%-át leszedik annak a 100 dollárnak. És hogyha ugyan, hogyha bitcoinon mondjuk nem így 100-at, de mondjuk 200 dollárt akar átküldeni az ember bitcoin hálózatán, akkor keves, akkor csak egy fél, még 1%-ot se szednek le, 0,5%-ot szednek le, 0,01 dollárért átmegy a 200 dollár. Na jó, mondjuk ez úgy bitcoin hálózatán, hogy ez a Lightning Networkön azért a bitcoinnak, nem csak nézzük meg ezt is, ha már itt tartunk, bitcoinnak a... Jó, ezt lehet, nem fogom gyorsan megtalálni, de majd mindjárt ide kerül valahol a szemem elé. Itt lesz az mindjárt. De nem. Na, hol van már, hogy bitcoinnak, bitcoin treasury, stock to flow, nem. Firengin, a fenében már pedig itt van, az biztos, hogy itt van valahol, hogy a bitcoinnak mennyi az ára. Hát mindegy, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, és még gyorsan is számolok, mert nem itt élnek a másodpercek. Tök mindegy, hagyjuk a fenébe, most nem találom, de 1-2 dollár körül van a bitcoinnak most a tranzakciós díja. Igen, hagyományos pénztárcák, viszont hogyha Lightning Network-ös pénztárcát tölt le az ember,
Például egyre emlékszek fixen a Moon pénztárca, MUUN, dupla uval, akkor azon már tényleg fillérekbe kerül. Tényleg, ez még itt 4 forintot ír, de akkor az fillérek, az 40 fillér kávé, vagy ilyenek, vagy pár 10-20 fillér ilyesmi a Lightning Network az utalás, úgyhogy ennyivel olcsóbb. És akkor itt a Chainalysis mutatja is, hogy hogy nőnek a határok közti utalások kriptóban, Afrikában. 2019 áprilisa és 21 júniusa közt hogy nőttek, ugye így megemelkedett az egész. Most, hogy beszakadt a sztorit májusban, azóta egy kicsit kevesebb, de hát még mindig hát ez még bőven dupla olyan szinten van, mint 2 évvel ezelőtt ilyenkor volt, meg még mint. Hát a tavainál azért nem, de ugyebár nagyon szépen növekednek. Hát ennyi, mert olcsóbb, gyorsabb, nem kell a bankigazgatónak a mercét kifizetni belőle, ha csak a családnak akar hazaküldeni az ember pénzt, úgyhogy egyre többen szeretik. És ezért, na, vannak kritikusai is ennek, ugyebár a fejlettebb gazdaságokból, a nyugati, a gazdag országokból próbálják, nagyon próbálják azt mondani, hogy így szar, meg úgy szar, meg minden hülyeségetnek lehordani a kriptókat, hogy nem jó, mert hát ugyebár akkor nem lesz ingyen merci a bankigazgatónak, és akkor... De ennek ellenére, hogy hiába próbálják szapulni itt a nagypénzesek, a szegény emberek, meg a migránsok, azok világszerte áldják a kriptókat, mondják, hogy sokkal jobb, mint a hagyományos fizetési rendszerek, ahol 5-10%-kat leszednek tőlük. És ezért... Igen, szabályozni is kell. Jaj, ez éppen ezért a törvényhozóknak... Sokkal inkább a tényekre kellene alapozniuk, ez ki is jelölöm lilával. A tényekre kellene alapozniuk, ahelyett, hogy mindenféle álhírekkel próbálják rémizgetni az embereket a kriptóval kapcsolatban. Mert a tény az, hogy olcsóbb, gyorsabb. Ennyi. Ennél több nem is kell. Jó. Nézzük tovább. Igen, állami svájci bank, a svájci postabank, PostFinance az a nevük. Állami cég, most már direkt közvetlenül is kriptó piacokhoz hozzáférést enged az ügyfeleik számára. A Juh appon, YUH applikáció, az az ő banki applikációjuk, és ezen lehet már kriptókkal fizetni, megtakarítani, meg be is lehet fektetni. És most akkor... Igen, mert mondják, hogy az elmúlt 18 évben az intézmények úgy megindultak a kriptotér irányába, hogy az ideális alkalom, hogy piacra jöjjenek ők is, és akkor ezért kripto lehetőségeket elérhetővé tegyék az ügyfeleik számára. És akkor a Svájci Postabank már kripto bélyegeket is azzal is jöttek már itt, tavaly itt a hírekkel, hogy kripto bélyegek abból meg NFT-ket csinálnak, meg ilyesmi. Jó. Tovább az euró párbát, ugye az USA dollárra, ugyanannyit ér az euró meg a dollár is. Miközben az USA dollárnak az indexe, amit már itt mutattam is, a DXY-t, az ugyebár a 20 éves magaslaton volt. 20 éve nem volt ilyen erős az USA dollár, vagy 20 éve nem volt ennyire a gyengülő USA dollárhoz képest, még hatványozottan sokkal gyengébb a világ összes többi papírpénze. És akkor igen, papírpénzekkel szemben jó, a zöldhasú USA dollár az most kilőtt. Az eurót egyébként, jaj, ez még egy érdekesség, az eurót azt 1999. január 1-én vezették be, és először még csak virtuálisan létezett az euró. Miről beszélünk, hogy kriptók nem létezik, meg nem fogom, tudom megfogni kézzel, meg mi ez, meg stb. És akkor erre meg lehet mondani, hogy akkor az internet se létezik, meg hülyeség az internet, meg nem létezik az internet, mert nem tudom megfogni a kezemmel ilyen marhaságokat. Kezdőknek ilyenekkel nyugodtan lehet érvelni, hogy elmennek már fenébe, gondolkozzanak már egy kicsit. És akkor azt mondja, hogy... Virtuálisan adták ki 99-ben, még csak virtuális euró volt. Nesze neked digitális pénz. És 2002-ben adták ki először kézzel fogható papírpénzbe, meg érmébe. Jó? És azóta soha nem volt ilyen gyenge a USA dollárhoz képest. És a USA dollár indexével megy, már 180 volt, tegnap 107-108 környékén jár. Ez az index, hogy a világ összes többi valutájából gyúrunk egy kosarat, és akkor ahhoz, hogyha összehasonlítjuk az USA dollárt, akkor... az sokkal erősebb. Ez a trend megy az utóbbi időben. Azt mondja, hogy... Ja, és múlt héten Németország először kereskedelmi deficitet, negatív deficitet jelentett le. 3 évtized óta először vannak mínuszba kereskedelmi téren a németek. És... Igen, az elemzők úgy látják, hogy nem is nagyon fog ez javulni a közeljövőbe itt az eurózónába, hogy az euró nagyon erősödne. Jó, tovább,
európai törvényhozók figyelmeztetnek a kriptókra, megkérdezik, hogy vajon mennyi kriptó fog túlélni. Hát nem mindegyik, vannak csődbe menők, Teraluna, meg ilyesmik, meg stb., de úgyis, de közben itt vannak pont azok a cégek, amik a jövő legnagyobb cégei lesznek 5-10 év múlva. Verena Ross, az európai értékpapír és piachatóság felügyelettől azt mondja, hogy ők felelősek a kriptocégek regisztrálásáért. Oké. És jaj, a Mikás, ó, amiről a múltkor lehoztam, hogy visszaszámlálás, és 2024. januárjában már lesznek kriptotörvények, mert egyetlen egy adat volt az egész cikkben, ami időre vonatkozó, a 18 hónap, hogy 18 hónapon belül, ha kéneknek jóvá kell hagyni, annyi lesz majd, amíg el kell dönteni a mindent. Én meg akkor múlt hónaptól, júniustól elkezdtem számolni, 18 hónap az 2024. január. Na de itt most már hozzák a szemét csavart, mert azt mondják, hogy ez a törvény, ami a Mika csinál, az európai kriptoszervezet, az majd 2023 közepétől lép majd csak érvénybe, akkor nem tudom miért kell 2022 közepén kiadni, hogyha majd csak egy év múlva lesz, akkor hagyjuk már, felrobbanok ezektől a bürokratáktól. És majd ha 2023 közepén érvényben lesz, na majd még utána lesz, még 18 hónap, amíg még majd eldöntik, hogy mi legyen meg, hogy legyen, és majd csak utána lesz majd hivatalos, tehát 2025-re olyan szinten fel fognak menni a kriptók, hogy brutálisan annál tovább nem fogják tudni hozni a törvényeket sehol. Ráadásul bónusznak, ma is volt valami kiírva jobbról, szegről, végről láttam, hogy DeSantis is ugye bár USA-ban, meg DeSantis lesz a miniszterelnökük. A prezident itt 2024 novemberében, október-novembere körül lesz majd a választás az USA-ba. Úgyhogy nagy valószínűséggel DeSantis azt megválasztják, ő kriptós ember Floridából, úgyhogy meg lesz az első kriptós miniszterelnök az USA-nak. 2025-ben már úgy fogjuk nyitni az évet, hogy 25-ig kell kibírni, addigra már rohadt. Akkor meg növekedés lesz még megint. Na de egyébként meg jövő tavasszal is meg fog már minden indulni, de 25-ben meg, jövőre kb. Növekedés lesz, komoly brutál növekedés, mert hát ekkora 60-80 évre nem volt ekkora világgazdasági gödör, amiben most vagyunk, meg megyünk még évvégére. Olyan irgalmatlan növekedés lesz jövőre, hogy az brutális, 2025-ben akkor meg a holdra szállunk tényleg. Olyan szinten meg fog indulni minden, pár évre vagyunk itt a legkomolyabb dolgoktól. Jó, és akkor azt mondja, hogy mert ők aggódnak, hogy a kisbefektetők elvesztik a pénzüket, mert hogy a 70%-ot csökkentek a kriptópiac az elmúlt évben, meg nem tudom, hogy miért csak a kisbefektetők miatt aggódnak, tudják, hogy a nagyok azok így is úgy is veszik, meg még jobban veszik, hogyha olcsó. A kicsik félnek csak tőle, akik nem tudják, hogy működnek a világpiacok, de kifejezetten a kicsiket emelték csak ki. Jó, egyszer egy rövid, de most utána kiadtak egy hosszabbat is. Európai Központi Bank azonnal szabályozásokat akar stabil kriptó meg DeFi térbe, és nem vetik el a bitcoin bányászat betiltását se, ez a legnagyobb fasság, hatalmas öngól úgyse fogják megcsinálni, mert Bidenék most kezdenek rájönni, hogy akkor nem az államnak kell támogatni a zöld energiák elterjedését, mert a bitcoin kifizeti helyettük, majd a bányászok vesztek maguknak szélerőművet, meg vízerőművet, meg mindent, meg geotermikust, meg naperőművet építenek, hogy kevesebb kerüljön nekik az áram, és akkor több pénzük maradjon. Hát erre is való a bitcoin, ugyebár, hogy a zöld világot a bitcoin hozza el. Ezek az őrült idióták meg be akarják tiltani még mindig az Unióba, legalábbis van egy pár közülük. És akkor a stabil kriptók világszintű használatának a növekedése, ugyebár ez pont visszakapcsolódva az előzőhöz, hogy migránsok meg határok közti utalások, ugyebár azért nőnek a... bekavartam, mert ott meg kriptóba küldik haza a pénzt, hogy olcsó legyen, meg gyors legyen, ne a bankközöttó mercét kell kifizetni. A stabil kriptók meg azért nőnek, azok meg az irgalmatlan inflációs országok miatt. És akkor a múltkor nem tudom már mit mondtam, 70%-kal Argentinát vagy ilyesmit, de mondjuk Törökország ott is 80% az infláció, de mondják ott is, hogy a valóságos a 150%, és Törökországban mondjuk egy ember az fogja inkább, még ha bitcoin van, az 50%-ban esik a bitcoin, akkor is több pénze marad velem, mert a hagyományos pénze az megesett volna 150%-ot.
Úgy, de jó, hát annyit nem esett, tehát ugye már arányosan, na mindegy, de hogy sokat vagy, ezért többet, mint a bitcoin, jobban esnek. És ezért, főleg, hogyha stabil kriptót nem ismeritek, stabil kriptókról beszélünk, mert megint túlkavartam, nem is az, hogy bitcoin vesznek, hanem stabil kriptót. Mert, na most harmadjára jöttek el csak a lényeghez, bocsánat, mindegy plusz infókat is mondtam mellé. Mert a stabil kriptóknak meg az a lényege, hogy nem lehet kapni, nincs USA dollár, rengeteg országban nincs USA dollár. Hiába Nigériában ki van adva, hogy hivatalosan. Jó, ezt mondták kollégák, pont a múltkor, akkor hoztam fel tegnap ott dohányzóba is. Hogy mondták, hogy most már a nigériai najra az van párban a magyar forinttal, hogy ilyen szinte tart a forint, mint a nigériai najra, hogy 420-ért lehet ugye már azért is venni egy USA dollárt, meg magyar forintért is már 410-ért kb. Egy USA dollárt. Csak hogy Nigériában, mert itt Magyarországon itt még talán tudunk is USA dollárt venni, hogyha valaki kézzelfogható USA dollárt akar venni. Bár már meg tudja kriptó venni, meg minden USDT, USDC, akármik vannak, még valutaváltóba se kell menni érte, meg bankba se, és akkor a stabil kriptók azok azért rohadtul fontosak, mert Nigériában ott például nincs, hiába akarnak is a dollárt venni, nincs, a bankok nem is tartanak, nem is adnak az embereknek, hiába 420 nigériai najráért kérnek, nekik adjanak USA dollárt, de nem adnak nekik USA dollárt, úgyhogy fekete piacon megy a kereskedelem, ott meg olyan 600 nigériai najráért adnak egy USA dollárt csak. Úgyhogy ezek vannak, tehát ezért, hogy USA dollárt tudjanak venni, és ne 600 najráért kelljen USA dollárt venni, hanem 420-ért tudjanak USA dollárt venni, feljönnek a kriptotérbe, letöltnek egy digitális pénztárcát, meg applikációt, és akkor ezért megveszik 420 najráért a az USDT-t, vagy az USDC-t, akármi stabil kriptót, USA dollárnak a stabil kriptóit, az kész. Úgyhogy emiatt is, nem, emiatt akarják olyan irgalmatlan, sürgősen szabályozni az egészet, mert ugye bár jönnek ide át a pénzek, irgalmatlanul, sürgősen, nagyon rögtön, nagyon fontos, hogy törvény, szabályozás legyen, meg felülvizsgálat, meg tettörettörre, mindenféle keretrendszer, mik ahhozzon törvényeket. Mielőtt még a kriptók és a hagyományos pénzügyi rendszer sokkal komolyabban, sokkal mélyebben összekapcsolódik, mert hát tudják, hogy ez a jövő. És akkor, na hát azért itt van egy hazugság, mondják, hogy a nem régi hírek azok azt mutatják, hogy a stabil kriptók, azok minden csak nem stabilak. Mindenek csak nem stabilak. Hát ez fasság, mert ezt általánosságban nem lehet kijelenteni. Hiába próbálják itt mondani, mert azért nem, a Tether az azért stabil, meg USDC a stabil, meg nagyon sok tényleg stabil kriptó van. Most, hogy az algoritmikus stabil kriptókból a Tether Luna mondjuk összeomlott, az egy dolog, de a 90%-a, 90 akárhány százaléka a stabil kriptónak, ez tényleg stabil, tehát ezt így nem lehet kijelenteni, mert ez így egy echte hazugság. Azzal próbálnak érvelni, hogy Terra USD az összeomlott, igen, az igen, algoritmikus stabil kriptó volt. Meg azzal, hogy ideiglenesen a Tethernek leért egy dollárról az értéke, de hát egy ennyire ne vicceljünk, mert erre próbálnak az ördögöt a falra festeni, hogy a Tether ugyebár itt, ahogy a Terra Luna meg minden beszakadt itt, a Tether is lejött 0,94-re mondjuk, ja, 0,94-re, ugye 6%-kal kevesebbet ért, egy pár óráig, nem az, hogy napokig, meg hetekig, meg összeesett, meg nem bír felkelni, pár óráig, amíg irgalmatlan zavar volt az egész kriptotérben, próbálták meg merényletet végrehajtani a Tether ellen is, 3 billióval próbálták összetörni, de hát az nem lehet, rögtön így visszakapta magát, hát mekkora embertelen kanóc van már itt alul ezen a napon. Hát próbálták megölni, de nem lehet, hát ez stabil. Úgyhogy jó, hiába próbálják mondani, hogy nem stabil. Most is 0,999-en van, tehát annyit meg a hagyományos papírpénzek is egymáshoz képest, a Forex tőzsdén ott is egy fél százalékat, meg ilyeneket ott is mozog az ár. Úgyhogy ez stabil, akárhogy próbálják mondani, hogy nem stabil. Jó, és akkor emellett még azért mondanak itt igazságot, mert mondják, hogy DeFi felületek, a DeFi sztorik, azok egyáltalán nem új termékek, csak lemásolják a hagyományos pénzügyi szolgáltató cégeknek a dolgait, hogy kamatot adnak meg. Ez az. És a DeFi ba ugyanolyan sérülékeny pontok vannak, mint a hagyományos pénzügyi rendszerben is. Illetve mondják, hogy a DeFi protokollok, azok még azt is állítják magukról, hogy decentralizáltak. Ugyebár a valóságban azért ezek nagyon gyakran centralizáltak. Tehát DeFi meg CeFi, CeFi, a centralizált pénzügyek nagy részt azért ezek centralizáltak. A Bitcoin az a fixen decentralizált, annak még egy cég sincs a Bitcoin mögött, meg semmi, az tényleg a népi, az igazi decentralizáció. De amikor ilyen Mashinskik, meg stb. Hoznak létre Celsiusokat, akkor ő irányítja az egészet, meg befagyasztja mindenkinek a pénzét, ez egy centralizált, az központi. Ő központilag, ő a nagy központi hatalom, ülött a Celsiusának a tetején, az azt csinál mindenkinek a pénzével, amit akar.
Jó, nagy különbség, ezért nem kell, na, központi irányítástól azért kell eltávolodni minél hamarabb minden téren a világban, nem csak pénzügyi téren. És akkor azt mondja, hogy na, a végére meg hozzák itt a hülye bányász betiltásokat, mondják, hogy nem lehetetlen, hogy betiltják még a bányász alapú kriptókat, hozzák itt a hülye táblázataikat, hogy melyik ország, országok fogyasztásához képest mennyit fogyaszt a bitcoin rendszere, de azt elfelejtették ide tenni, hogy a hagyományos bankrendszer mennyit fogyaszt, mert akkor az lenne a legmagasabb, de hát azt ugye már nem akarják mutatni, mert akkor már rögtön kiborulna a bili, rájönnének az emberek, hogy hülyeséget beszélnek. És akkor... Ja igen, és akkor úgy vélekednek, hogy nem valószínű, hogy ha már a belső égési motorokat betiltják 2035-ig, akkor nem valószínű, hogy ne tennének valami lépést a bitcoin ellen, meg a bányászt alapú kriptók ellen, mert hogy azok széndioxid kibocsátás, meg ilyenek, mikor tudjuk, hogy csökkenti, tudjuk, hogy az egyetlen ösztönző, a kormányok nem kell pénzt beletenni, magától ösztönzi az zöldenergiák elterjedését. Ja, jó, ezzel kezdtem, hagyjuk is, nem is megyek jobban bele, nettó fasság, hogy tiltsák be a Binance alapú kriptókat, akkor a hagyományos bankrendszer tiltsák be, mert többet fogyaszt itt, tudom is én, milyen országok vannak itt. Ausztriánál, Spanyolországnál, meg Hollandiánál, meg Franciaország, összes energiafogyasztásánál sokkal többet fogyaszt a hagyományos pénzrendszer, tiltsuk be, mert az okozza a felbelegedést. Jó. Oké, tovább azt mondja, a Celsus végre már benyújtotta, már tényleg csődbe, mert már hivatalosan benyújtotta, és akkor a törvényhozók azt mondják, hogy mélyen fizetésképtelen, nagyon fizetésképtelen a Celsus, semmi nincs amögött se. Két cég ment már csődbe ezelőtt, ugyebár a Voyager, meg a Three Arrows Capital, ők is benyújtották csődrejárást. És akkor Alex Mashinsky, a Celsus vezérigazgatója azt mondja, hogy ez a jó döntés a közösség és a cég számára is. És akkor átlazott volna jó, hogyha nem tőkeátét szét magát, meg lett volna fedezet a pénzek mögött, amiket elkért az emberektől. Az lett volna a jó döntés, nem az, hogy csődbe vagy az egész a francba. És most már ezért, eső után köpenyeg, azt mondja, hogy... De még ők mindig folyamatosan továbbra is működni fognak, azt mondja, hogy ő nem akar bezárni, továbbra is működni fog. És még van 167 millió dollárjuk papírpénz, az a semmi, mert billió dollárokról beszélgetünk, amiket adtak ezeknek a cégeknek az emberek. 167 millió, egy tized billió van a több billióból már csak. És hogy majd az majd bőven elég lesz nekik, hogy mindenféle majd újra szervezik, meg újra számolják, meg újra terveznek mindent, és majd ez milyen jó lesz, arra bőven elég lesz 167 millió. Nem tudom, mit akar újra, amikor ezt úgy be kéne zárni az egészet a fenébe, ahogy illik, és akkor... Ja, jelenleg nem kéri a törvényhozó hatóságokat, se nem is akarja, hogy engedjék az embereknek, hogy kivehessék a pénzüket, ő ezt nem akarja, ugye, mert milyen rendes a közösséggel, nem hagyja, hogy kivegyék a pénzüket még mindig, még miután csődbe ment, azután se. Ha majd lezárulik a csődeljárás, majd utána majd valamit majd kaphatnak az emberek esetleg talán. És mondják itt igen a csődejáró cégtől, hogy nagyon fizetésképtelen, irgalmatlan komolyul a Celsius. És mivel nem regisztráltatták be, hogy ők értékpapírokkal kereskednek, ezért a Celsiusnak az ügyfelei nem kaptak semmi kimutatást a pénzügyi helyzetükről, se arról, hogy ők mikbe fektetnek, se a rizikótényezőkről nem kaptak semmilyen információt. Illetve arról se kaptak információt, hogy fizetik vissza majd esetleg a pénzüket, hogyha valami gond lesz. Ugye már ezért nem is akarnak törvényeket hozni, ezért késleltetik, hogy majd évek múlva majd talál, hogy hát ha még több cég csődbe megy, hogy akkor tudják addig is mondani, hogy hülyeség a kriptó. És akkor törvényhozók hozzá tették, hogy úgy hiszik, hogy a Celsius az nagyon keményen fizetésképtelen, és hiányoznak a vagyontárgyak, meg minden pénz, hogy... Igen, a hitelezőit, meg mindenfélét, meg az ügyfeleit, meg stb. Bár senkinek nem tud pénzt adni, mert semmi pénze nincs kb. A Celsiusnak. Ennyi. Tovább, Oroszország bankja, hát ők megpróbálják azt tudni, hogy a stabil kriptók nem jók fizetésre, mert hát akkor ugyebár mi szükség lesz majd hosszú távon az orosz rubelre, de itt nagyon egymás ellen már egy fél éve mennek egymás ellen már évelején, január-februárban is ez volt, hogy a központi bank az betiltaná a kriptókat, a pénzügyminisztérium az meg nyomná ez erre, hogy jaj, menjenek a kriptókba, szedjünk be utána adókat. Tehát ha úgy veszik, akkor a pénzügyminisztérium lehet az, aki az oroszok. Tényleg a Putyinnak az emberei, a pénzügyminiszter, meg ilyenek. A központi bank, Oroszország központi bankja, azt meg a világ központi bankjai, a kapitalista rendszer által kijelölt központi bankárok jelölik ki a központi bankját, a minden egyes országnak meg a bankárát.
Kb. Emlék nem jól, jól oroszok válaszolják, de az a lényeg, hogy közelebb áll hozzájuk szerintem. És akkor ezért van az, hogy tök mindegy, hogy mit mond az orosz központi bank, nem igazán érdekli az orosz minisztereket egyáltalán. És akkor az orosz központi bank úgy hiszi, hogy a stabil kriptók nem jók fizetésre, meg külföldi fizetésre, meg bla 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 bla. És hogy a privát stabil kriptóknak a kiadása az nagyon rizikós, és a mögötte fekvő vagyontárgyak azok nem tartoznak a birtokoshoz. Tehát ez ugyanez, hogy akkor most megint visszatérhetünk a hagyományos papírpénzre. Hát akkor az OTP-nél van pénzem, kiírja itt digitálisan a képernyő, kiírja a nullákból meg egyesekből, hogy van valamennyi pénzem, de nem tartozik hozzám, én azt nem tudom megfogni a kezemmel. Az ott van a banknál a számokban, a számítógépes rendszerben van az egész digitális, már most is a pénzünk. Úgyhogy még, hogy a stabil kriptókat nem lehet megfogni, a hagyományos pénzeket meg lehet a valutákat, na persze. Hát ahhoz el kell menni, ki kell venni papírdarabba valami automatából, hogy meg tudja fogni az ember. Ott is a banknál van, na mindegy, a kiadó cégnél. Na jó, hagyjuk is tovább, azt mondja, hogy... És igen, a fedezet az nem garantált a stabil kriptók mögött. A stabil kriptók ára nem stabil, hát ezt az előbb mondtam el, hogy miért fasság, úgyhogy jó. És akkor miközben az orosz központi bank megdolgozik a saját központi bankok digitális pénzén. Hát ugye a parasztvakítás, azt majd ugyanúgy, az minden évben folyamatosan el fogják rontani az értékét, ahogy a mostani pénzeknek is csinálják, azt majd minden tovább csak digitálisan. Majd utána pár év múlva megint rájönnek az emberek, hogy hát de ez még nem ugyanaz, mint a kriptó, mert hát itt ugyanúgy rontják el az értékét. Jó, tovább pedig hát a központi bankok meg kormányok meg majd azt fogják hazudni, hogy jaj, hát most már mindenkinek digitális pénz van, örüljetek, ez a legjobb mindennél. De hát közben meg nem, mert ugyanaz, mint a papírpénzes rendszer, csak már digitális verzióba. A mögöttes folyamat az a nem mindegy, az nem változik. Jaj, valahol elkattintottam vissza. Azt mondja, hogy a Findertől igen, bitcoin kimutatás, vagy előrejelzés, arra számítanak, hogy a bitcoin majd 13.676 dollárra fog leesni, és majd évvégére meg 25.500 dollárra megy fel. Hát ez most, ha a 13.600 az oké, mert 13.880 volt kb. 2020. augusztusában a plafon, tehát az is egy egész erős pont, nem olyan erős, mint a mostani 20.000. De azt még nagyon sokan nézik az aljának, meg másik irányból is, hogyha a tetejétől, plafontól, 69.000-től mérjük le, akkor ott van egy ilyen 82-84% korrekció 13,5 környékén. Ami ugye általában 4 évente 82-84% és még ezt szokott korrigálni a bitcoin. Csak hát most nem 4 éven, most csak azért vagyunk jelen, mert hát az egész világpiac 50 meg 80 éve nem volt ekkora gödörbe, mint most. Jó, és akkor 53 pénzügyi specialistát kérdeztek meg, aki a jó. Oké, okay, ennyi az előző kettőt elmondtam, hogy mikre számítanak árszinten, és a matek azt mutatja, ja igen, jó, akkor ezt is elmondtam, majd 13.008, ha 80%-ot leveszünk a plafonról 69-től, ami november volt, akkor 13.008-hoz jutunk. És akkor... Na, ők még mindig arra számítanak, hogy a következő hónapokban még több nagy projekt fog elbukni. Hát most buktak el a nagy projektek, mire várnak még? De itt kibújik az agazsájából, mert Kevin O'Leary is valószínűleg erre gondol, hogy ők még kriptobányász cégeket is tönkre akarnak tenni. De a kriptobányász cégek azok szerintem nincsenek úgy széttőke áttétezve, mint ahogy a Three Arrows Capital, meg a Voyager, meg a Celsius volt, úgyhogy a fene tudja, majd meglátjuk. Meg ha szét is vannak, akkor abból se a komolyabbak, a kis semmi kis ilyen kriptobányász cégek, csak azok fogják szarrá tőke áttétezni magukat, azok meg ha csődbe mennek, akkor még egy billió dollár se lesz kb. Ami az egész piacot húzná lefelé, az meg 100 dollár csökken attól a bitcoinnek az ára, hogyha reálisan nézzük. Az semmi. Azt mondja, hogy mert hogy igen, infláció, papparappara, gazdaság mély ponton van. A túl tőke áttétezett bányászok, itt mondják túl tőke áttétezett bányászok, azok majd ezért még jobban fogják érezni a nyomást, ha még lentebb tolják a bitcoinnak az árát. Jó, és akkor 29% itt a megkérdezetteknek úgy gondolja, hogy egy kripto medve piacnak vége lesz ebben az évben, hát így is van, max jövő év elejére még egy-két hónapig húz. Ahogy jön a tavasz és már nem lesz szükség gázra, akkor utána már az egész világpiac meg fog indulni, nem csak a kriptopiac. És a 46%-uk úgy gondolja, hogy a kripto télmény, ja 46% úgy gondolja, hogy 2023-ig is folytatódni fog, hát az a valószínűbb, igen szerintem is, hogy még egy-két hónapot, pár hónapot 2023-ban aztán jövünk fel, és 24% úgy gondolja, hogy még akár 2024-ig is elhúzódhat, hát az nagyon kemény lenne, ahhoz irgalmatlan világválság kéne, hogy legyen itt jövőre, de azért akkor csak nem akarnak, meglátjuk.
Már most nagyján túl vagyunk kb. Az egésznek, lesz itt még szakadás valószínű év végére, de már olyan irgalmatlan komoly nagy beszakadásra szerintem nem kell számítani. És bár még nagyon, azt rengetegen mondják, nagyon sokan minden felül, hogy még nem félnek eléggé az emberek, ők még rohadtul meg akarják ijeszteni az embereket, meg minden befektetőt, mert ugye már erről szól az egész tőzs, de nem sok köze van ahhoz, hogy mi mennyit ér a valóságba. Ahhoz van köze, hogy ők látják, hogy na, akkor tőkeáttétből fölé ennyivel tettek ide, alá ennyiből tettek ide, hogy ahol több, akkor abba az irányba, annak az ellenkező irányába megtoljuk, vagy abba az irányba, hogy akkor kiírtsuk a tőkeáttéteseket, és akkor megijesszük őket, és akkor ellopjuk több embernek a pénzét. Erről szól a tőzs, de hogy minél jobban megijesszék a másikat, hogy ellopják a pénzét, ennyi az egésznek a lényege. És akkor... Jó, hát majd 225-re meg 106 ezer lesz a bitcoin, 230-ra meg 300 ezer. Hát... 225-re 100 ezer az a volt, addigra már, ha már, igen, addigra én is azt mondom, 225-re nem lehet, hogy 100 ezer alatt maradjon. Hát amiket az előbb elmondtam, hogy mennyi minden jön 225-re, az Unióban mindenhol meg kell hozni a törvényeket, USA-ban már kriptós miniszterelnök lesz a nagy valószínűséggel, meg ilyenek 225-be tényleg, legkésőbb 225-re 100 ezernek kell, hogy legyen a bitcoin, de az azért még messze van, de azt én is úgy látom. Jó, azt mondja, hogy jó, mennyi bónusz sztorit mondok itt hozzá, jó, lehet, hogy egy órás is lesz a híradó, jól elkanyarodtam. Azt mondja, hogy blokkáció, jó, igen, a Disney a Polygont választotta ki, Polygon meg Matic, és Polygonnak a Maticja, a 2022-es, hát Accelerator, ilyen támogatói programjába fogalmazzunk úgy, és akkor mire fog koncentrálni a Disney? Mesterséges intelligenciára, NFT-kre, meg kiterjesztett valóságra. És bejelentette a Disney cég szerdán, hogy 6 céget választott ki erre az évre, akiket támogatni fog. És ezek a cégek a Flick, Play, az Inward, a Lockerverse, az Obsess, a Polygon és a Red Six. És a Polygont úgy írják le, mint egy kiterjesztett skálázható blokklánchálózat, ami lehetővé teszi a fejlesztők és a nagy cégek számára, hogy a Web3-on építsenek, Web3-os dolgokat építsenek, és a Polygon azt mondja, hogy az, ahogy részt vesznek itt a Disneynek a támogatói programjába, itt a Disneynek a senior csapatának a támogatását is megkapják ezzel, illetve dedikált mentoruk lesz, aki támogatja őket a Disneytől. És néhány másik céget is kiválasztott a Disney, akik szintén olyan technológiákon ügyködnek, mint a kiterjesztett valóság, a Web3, az NFT-k és a 3D környezetek. Példakép a Flick Play, néztem, ennek nincs kriptója. A Flick Play az mondjuk pont ilyen Web3-os szociális applikáció, ami NFT-ket hozzáköti való világbeli helyszínekhez, amit igen, kiterjesztett valóságon keresztül utána lehet érzékelni. És a Flick Play meg összeállt már 3 hónapja még a Sandbox-szal is, ugyebár Sandbox az meg a legnagyobb metaverzum, legkomolyabb itt kriptotérbe. Jó. Na és akkor még vannak Bélának a hírei, mi volt nála tegnap, egyszer mondja, hogy igen, 81 óta nem nőtt ennyi ekkorát az infláció, hogy akkor a csúcs van itt benne, úgy megnőtt az utóbbi hónapokban az infláció, hogy csak na. Jó, tovább azt mondja, hogy Keti úr, a defláció azt mondja, hogy a nagy világgazdagsági válság kor volt ez utoljára, hogy 7-szeresére növelték a kamatlábot, meg hogy rohadtul megnőtt már a kamatláb, és az meg deflációt hozott, azt meg nem szeretik, hát azt meg mi szeretjük, mert pont az a lényeg, hogy akkor elteszek valamennyi pénzt, aki nem tudja, hogy mi a defláció, meg az infláció közt a különbség, legalapabb dolog az a második videómat nézze meg, a második, a infláció, defláció, ugyebár a defláció pont az a jó, mert azzal lehet elmenni nyugdíjba. A műinflációs rendszert tartják fent azért, hogy az élete végig ne menjen az ember nyugdíjba, 70 éves koráig dolgoznia kelljen. Ha deflációs rendszerbe élnénk, akkor már 30-40 évesen mindenki menne végig a nyugdíjba. Hát ők ezt nem szeretik, mert akkor kapitalistáknak miből lenne pénzük a semmiből, akkor hátradőlve nem szállnának a sürgalmok a szájaikból, amik az kis emberek dolgoznak meg. Jó, oké, úgyhogy ez van, Keti úr azt mondja, hogy emiatt is valószínű, hogy vissza fog venni, az is a központi bankja nem fog akkor a kamatlábakat emelni. Hát majd meglátjuk, mert akkor meg defláció lesz másik végről. De annak meg egyébként örülünk. Na jó, infláció, hát itt valami mutatókat, jó, mindig lehet ilyen mintáztokat találni, ez egészen addig igaz, amíg nem. Ja, egy fontos dolog viszont nagyon van benne, mert mutatja az ember ez az inflációs adat, hogy S&P-nek az ára hogy nőtt, ahhoz képest az infláció hogy változott.
És akkor infláció, jó, itt 1-2-3, ilyen infláció, blablabla, 1-2-3, most ott is lehetne 1-2-3, meg innen is indulhatna az 1, meg akármit lehet csinálni itt, ezért játszani itt a mindenféle árdiagramokkal. Nem is az a lényeg, hanem tök mindegy, hogy itt mit mond az ember, hogy hol van 1-2-3, hanem a 1-2-3 függően vagy függetlenül az S&P az folyamatosan nőtt, az brutálisan, 100 évre megy ez vissza, 1922-től nézik. Hogyha itt 8 dollárra vagy 10 dolláron veszem, most meg ezért 4000 dolláron van az S&P. Jó, 3007, tök mindegy, 4000 dolláron, ott meg volt 14-100 szorosát. Azaz 40 000%-ot nőtt 100 év alatt az S&P. És oké, hogy vannak benne kisebb leszúrások, meg kisebb korrekciók, de le se szarja, hogy mi az infláció. Az S&P az ugyebár azért van kitalálva, az egész hagyományos tőzs, de azért van kitalálva, hogy ez olyan gépezet, olyan gyár, ami az infláció ellen véd, az az egy, még ha mesterségesen is, de azért van kitalálva csak azért a hagyományos tőzsde, hogy a gazdagoknak megvédje a pénzét az infláció ellen, a kisember meg dolgozzon az infláció miatt 70 éves koráig, ne is nagyon tudjon a tőzsdéről, meg ne is akarjon tőzsdézni, csak dolgozzon 70 évig, majd a gazdagoknak meg megy át a pénz, majd ha 70 éves lett, majd akkor a nyugdíj alapja az majd befektet a tőzsdébe, hogy majd a nyugdíj alapon keresztül akkor neki is megőrzik valamennyire a pénzét. De addig ne tudja róla, hogyha ilyen szinten tök mértékű infláció hol van, mit csinál, nem sok semmit változik a S&P, csak bőszem megy felfelé, 100 év, folyamatosan felfelé. Jó. Jó, hát azért a világ gazdagsági válság itt 29-ból látszik, hogy ott volt egy nagyobb leszugrás, de hát ott ugyebár túltermelés volt, ami most is van, ugyebár az emberek nem dolgoznának annyit, mert annyi mindenünk van, hogy már fölöslegesen, már a fiókban mindenkinek 3 régi telefon, meg ilyenek már minek több, de hát ugyebár akkor meg nem lenne a gazdagoknak több pénzük. Úgyhogy ugyanaz lesz, olyan lett, majd az is. Most, az lesz mostanság is, mint a nagy világgazdagsági válságkor. Ugye már a kedvenceim, hogy a búzával fűtötték a mozdonyt, annyi minden volt, hogy mindent tönkre tettek, hogy dolgozzon az ember, mert amúgy nem dolgozna nekik az ember. Búzával fűtötték a mozdonyokat, a tejet beleöntötték a folyókba, az állatállománynak a felét levágták, hogy majd kártalanítják a gazdákat, de levágják le az egészet, meg nem hagytak a földeknek se, a földeken se termelni, csak vagy a felén. Ugyebár nehogy legyen már termény, meg étel, meg ilyenek, nehogy legyen, mert akkor nem fognak dolgozni fölöslegesen az emberek a gazdagoknak. Világgazdagsági válságnak a lényege ez. Jó, tovább volt, meg hát általában vidéknek ez. Jó, és akkor itt meg ott tartunk, hogy S&P adott évben mennyit csökkent, és jelenleg most ott tartunk, annyira lent van az S&P, ezért mondom, hogy 50 kötője 80 éve nem volt ekkora gödörbe az egész világgazdaság, nemhogy lent van a bitcoinnak az ára, az egész világgazdaság be van szakadva a béka segge alá. Itt látni, hogy fú, mik voltak itt minden, semmi, soha nem volt még ennyire lent az alja, tehát ha évvégére ez még felkúszhat, de ha nem kúszik fel évvégére, akkor olyan szinten lent van, akkor annyira szar évet zár az S&P 500, hogy 1872 óta nem zárt ilyen rosszul. Mióta vannak róla adatok? Itt volt 1907-ben valami pánik, akkor első világháború, akkor eddig esett le, a nagy világ gazdagsági válságkor eddig esett le, akkor második világháború után eddig esett le, az olajválságkor eddig esett le, 9-11-kor felrobbantották a ikertornyokat az USA-ba, hogy háborút akarjanak, hogy küldhessenek csapatokat Afganisztánba, na akkor eddig esett le, akkor itt meg a nagy ingatlanválság, akkor eddig esett le. Azt most meg lent vagyunk a minden alatt, és a világháborúkor nem volt ennyire rossz a világnak a gazdasági helyzete, mint most. Akkor növekedés lesz ebből, hogy irgalmatlan, csak ki kell várni. Jó, azt mondja, hogy addig meg vásárolni kell, amíg meg lúrulnak a piacok. Srieros Capital, olyan jó, ez már lement tegnap, hogy annak is befagyasztották a semmit, az üres monitorokat, amit ott hagytak, kb. Annyit tudtak lefoglalni tőlük. A Celsius, jaj, ez már tök mindegy, ez már rég ír, hogy milyen kivásárlás, meg bla 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 bla, előbb mondtam, hogy Celsius már hivatalosan is csődbe ment, már az a friss hír. USA központi bankja bankárai már vizsgálgatják a Lightning Network-öt, a Bitcoinnek a Lightning Network-ét, mert hogy az tényleg nem rossz, hogy olcsó, meg gyors, meg minden, úgyhogy érdekes, már kezdték figyelgetni. Nupel Metric, tök mindegy, itt is van egy mutató, hogy lent vagyunk, fel kéne mennünk. Ethereum-nál mi van? Proof of Stake. Ja, hát jó, itt most vitatkozás, Ethereum visszaszólt, mert hát ezért Michael Saylor meg beszólt nekik, hogy a Ethereum az befektetés alapú, úgy nem jó, csak a bányászat alapú jó.
Úgyhogy áll, nem mindegy, megy itt a hajcihők. Hát a befektetés alapú ugyebár ezeket fel lehet törögetniek. Látjuk ezt több száz millió dollárokat néha pár havonta mindig lelopnak, feltörik valamelyiket. Bitcoin még a büdös életben nem tudta senki feltörni, meg nem is fogja. Bányászat alapú azt mondja, hogy jó, CryptoPunk itt elkárt, az volt tegnapi cikkben, de csak azt mondtam, hogy 10%-at nőttek a NFT-nek az árai, az elmúlt héthez képest egy kicsit nőttek, de jó, egyébként az volt, mert itt van ez a kék cigi cívó NFT, ezt meg megvették, mennyi, 2,5 millió dollárért, jó. És akkor kapitulációnál legnagyobb kereskedelmi mennyiség, hát itt még nem látni Bélától, hogy hol van ott a szám, de tök minden. Hát kapituláció, persze sokan kapituláltak itt a 30 ezerre, 20 ezerre szakadáskor, ez szerint megint felfelé kéne mennünk. Jó, XRP, jó, ez XRP-nél arról külön hírt is hozott, hogy na most aztán, mert ne lehet még egy kis plusz info. Az XRP-nél is zsiványkodás van, mert ugyebár az XRP kinyilvánította, hogy a Bitcoin az hát commodity vagy árucikk, ugyebár sima token, felcserélhető token, commodity, azaz árucikk a Bitcoin, az már kívül van szögezve. Viszont az Ether a többi kriptóról meg azon vitáznak, hogy a security-e, ami ugyebár azt jelenti, hogy értékpapíre vagy nem. És az Ethereumot is árucikknek, azaz commodity-nek minősítették annó, de valamiért az XRP-re meg több évvel ezelőtt meg azt mondták, vagy 4 évvel ezelőtt, vagy valahogy úgy körül, hogy az meg nem. Az Ethereum az árucikk, az XRP meg nem árucikk, az értékpapír. De hogy akkor miért? És akkor kéri az XRP már évek óta ugye válaszol a tőzsde felügyeletét, hogy adja már ki a leírást, a dokumentumot, vagy bizonyíték, hogy mi alapján mondta ki, hogy az Ethereum az commodity. Az árucikk. Mert hogy akkor belenéznének, és akkor ugyebár látnák, hogy hát akkor az XRP is ugyanaz, vagy akkor az Ethereum se árucikk, és akkor az XRP se árucikk. De hogy a kettő ugyanaz, kb. Az Ethereum meg az XRP egy hasonló szörű sztori, nem olyanok, mint a Bitcoin. De ugyebár nem adják ki, ők meg azt mondják, hogy jaj, hát ez titkos adat, ezt nem szabad, fú, attól robbanok még fel a titkolózástól a kormánynál, hát a mi pénzünkből titkolóznak, hogy elmennek már fenébe, de mindegy, és akkor úgy csak tőzsde fel, hogy hát nem adjuk ki, mert ez titkos adat, ezt nem szabad kiadni. És végre most már megkapták a magukét, mert a tök mindegy, hogy melyik jogászok, vagy akármi, most már kinyilvánította a bíróság, hogy na azért is oda kell adni, most már nincs appelláta. Most már ezért USA tőzsde felügyeletnek meg kell mutatni az XRP-nek, hogy mi alapján hozta ezt a döntést, nem titkolózhat, úgyhogy ja, végül legalább egy plusz pont. Ugye XRP-seknek ez meg megint plusz, attól függetlenül nekem még mindig nem tetszik az XRP, meg ez az. Nem egy komolytalan dolog az egész, de vagy nem olyan szuper komoly, maradjunk annyiba, Béla arról csinált az április 1-i videóját az egész napot ironizálta az XRP-t, de egy jó hír az XRP mellett. Oké, akkor most ezért Béla nyaralgat itt jobbra-balra, oké, és akkor mondja, hogy annak ellenére is, hogy mennyire szörnyű lett az inflációs adat ahhoz képest, amit vártak, nem is 89,1%, annak ellenére a Bitcoin tök jól tartja magát, úgyhogy ő is mondja azt, amit én tegnap. És akkor, na tessék, The Moon vesztett 1,3 milliót a Celsiuson. Azt mondja, hogy én meg fú de kemény, mert ilyenek, hogy dömúl, hogyha úristen veszt itt a Celsiuson. Én meg ugyebár hónapok óta mondom, hogy nekem nem teszik, én mindig ráérzek valahogy ezekre. A Lunára nem éreztem, mert a Luna az nagyon jónak tűnt, de azt senki nem látta előre, hogy Lunára fog szakadni. De a Pundit is mondtam ugyebár már másfél évvel ezelőtt, hogy a Pundi az nem. Mert az miért kell terminál, meg miért ad papírt ki, mikor két telefonnal ugyanúgy meg lehet tranzakciót csinálni, a Pundi is összeesett. Akkor a Celsiust is hónapok óta mondom, hogy az csak lefelé megy, az nekem nagyon gyanús, a Celsiuson nagyon vigyázzon mindenki, most csődbe is ment. Úgyhogy ja. Na és akkor még egy videót adott ki Béla, hogy azért hogy kell lehet, ilyen régi videójából azért vágta össze, mert hogy most nyaral, hogy Ledgerre fizikai pénztárcára, hogy hogy mentse az ember a pénzét, hogy ebben ne centralizált, ilyen rizikós helyekkel legyen jó a Coinbase, meg a Binance, azoktól nem nagyon kell félni a világ legnagyobb kriptotűzsdék. Centralizáltak, de legnagyobbak, ott nem lesz baj, ők már 10 dolláros bitcoinnál is itt voltak kb. Meg 100 dollárosnál, most nekik aztán tök mindegy, hogy 60 ezer vagy 10 ezer, attól ők nem fognak csődbe menni. Na, de kisebbek, igen, és akkor, hogy ilyen rizikós helyeken, mint Voyager, Celsius, Rearus Capital, stb. Ne tartsa a pénzét az ember, hogy fizikai pénztárcákon kell tartani, vagy a Trust Wallet, ugyebár ingyenes digitális pénztárca a telefonra, ami szintén nem központi, tehát a 12 kötője 24 biztonsági szó az magánál az embernél van, és senki nem tudja elvenni, meg befagyasztani a pénzét, hogy ilyeneket így kell védeni a komolyabb pénzeket az embernek. Na jó,
Ennyi volt ma a hírekben, jó lehúzódok. Jó, ez több lesz, szerintem, mint egy óra. Na mindegy, mindjárt jövök a mindjárt jövök a piaci áttekintéssel, nézzük, hol áll a Bitcoin, már 20 fölött volt, mikor kezdtem a hírót, meglátjuk most, hol lesz. Addig is, sziasztok!